Megtalálták a múlt szerdai hajóbaleset egyik magyar áldozatát, közölte a rendőrség. A hatóságok tájékoztatása szerint a Hablány legénységéhez tartozó férfi holttestét a Bálnánál, a Szabadsághíd környékén találták meg tegnap este, és már azonosították is. Közben azonosították azt a dél-koreai nőt is, akinek a holttestét Érd térségében találták meg még tegnap délelőtt. A kutatásban résztvevők a Duna teljes déli szakaszán továbbra is keresnek még 8 dél-koreai utast és egy embert a hajó magyar legénységéből. Közben a vízirendészeti sajtótájékoztatót tartott, hogy ott mi hangzott el, és mik a legfrissebb fejlemények a hajókatasztrófával kapcsolatban. Azt Molnár Fruzsinától kérdezzük, aki jelenleg is a Dunaparton van, a budai oldalon. Szervusz, Fruzsi! Szervusz, Anna, köszöntöm az ATV híradó nézőit. Igen, valóban nemrég tartott a vízirendészet egy sajtótájékoztatót, ahol talán magyar szempontból a legfontosabb hír, hogy megerősítették, hogy tegnap a Bálnánál talált áldozat azonos azzal az 53 éves matrózzal, akit szintén ugye a Hableány szolgálateljesítése közben érte a halál a vízben, és aki előtte azt kérte, hogy majd egyszer, hogyha meghal, a porait a Dunában helyezzék el. Őt egyébként a lakossági bejelentés után a vízirendészet munkatársai tudták a Dunából kiemelni, és az ő azonosítása meg is történt. A vízirendészet egyébként azt közölte, hogy továbbra is nagy erőkkel, több hajóval keresik az áldozatokat, kutyákkal is a vízen, mind a Duna budapesti, mind pedig a lejjebbi déli szakaszán. Amit nem könnyű, ugyanúgy, ahogy a búvároknak a munkája, talán látni is itt a hátam mögött, hogy továbbra is zajlanak a mentés előkészületei munkái itt a Margit hídnál. Jelenleg ugye a búvárok, ahogy ez több tájékoztatásban is elhangzott, tegnap folyamatosan pányvákat, hevedereket próbálnak áthúzni a hajótest alatt, ami egyáltalán nem könnyű munka, hiszen a búvárok protokollja szerint 3 méteres vízmélységnél tudnak a búvárok biztonságosan merülni. Most a Duna a vízügy legfrissebb tájékoztatása szerint Budapestnél 465 centi, ami 1-2 centimétert mozog egyébként folyamatosan az elmúlt napokban, és a búvárok ennek ellenére a több mint 4 méteres vízben is folyamatosan dolgoznak a korom sötétben, hogy mielőbb sikerüljön a hajótestet rögzíteni. Ez a 465 centi egyébként sok ahhoz még, hogy a Clark Ádám úszódarú elindulhasson, ahhoz legalább 40-45 centit kellene még apadni a vízszintnek. Az úszódarú egyébként teljes készenlétben áll, ugye az északi összeötöki híd lábánál, és hogyha megkapja a jelet az indulásra, akkor azonnal tudnak indulni, de hogy ez mikor fog majd egészen pontosan bekövetkezni, arra talán délután tudnak a szakemberek választ adni, de hát ugye továbbra is nagyon sok a kérdés, nagyon sok minden múlik azon, hogy hogy viselkedik a Duna, mert ahogy a szakemberek mondták, ebben a kérdésben most a víz az úr. Későbbi híradóinkban újra jelentkezünk majd. Molnár Fruzsinának köszönjük szépen!